Culture Exchange je jedno od retkih mesta u ovom gradu koje podržava i mlade i starije umetnike. Lepo mesto, lepo dešavanja, biciklove sa stilom. A Culture Exchange vagy más néven biciklis kávézó kultuszhelynek számít az újvidéki fiatalok körében. Nyelvtanulás, filmvetítések, ismerkedés és ismeretszerzés mellett a kávézó kerékpárműhelyként is működik, ahol ingyen kaphatnak segítséget a bicikliükkel ide tévedők. 3 éve élünk itt, mindeddig nem volt problémánk a vízummal. Mi volontőrök vagyunk, azzal a céllal jöttünk ide, hogy részt vegyünk a város kulturális életében. A kávézó ablakait június folyamán többször is betörték, emellett a klub alapítóit bárminemű bizonyíték nélkül egy bizonyos keresztény csoportosulással hozták összefüggésbe, szektásoknak nevezték őket. A belügyminisztérium pedig elutasította Simon Wilson amerikai állampolgár vízumkérelmének meghosszabbítását. Ezen kívül jogsértési eljárást indítottak ellene, mert nem jelentette be határidőn belül lakcímének változását. 3 évi munkánkat fektettük bele feleségemmel és a többiekkel, hogy kialakítsuk mindezt. Nem értjük a történteket. Mást mond az ügyvéd és más a rendőrség. Elrendelték, hogy 30 napon belül hagyjuk el az országot. Simon amerikai felesége görög állampolgár. 3 gyermekük van, az egyik közülük Újvidéken jár iskolába. Több mint 40 országban járt, és mintegy 10 országban élt eddig, de sehol sem tapasztalt ilyen mértékű korrupciót és intoleranciát, mint ebben az országban néhány hónap alatt, mondja Simon.